Nehéz helyzetben lévő családok lakhatását sodorta veszélybe az, hogy az ilyen szexárd tagok által vezetett szociális bizottság hónapokig döntésképtelen volt a bérlakások ügyében. Ezt mondta Ács Rezső a hétértékelő sajtótájékoztatóján. Február 28-áig kellett benyújtani az igényeket, és július 2-án, vagyis közel 5 hónap után született meg a döntés ez ügyben. Ács Rezső polgármester szerint etikátlan az amúgy is bizonytalanságban élő embereket még nagyobb bizonytalanságba kergetni azért, mert a bizottság döntésképtelen. Bár a döntés a szociális bizottság dolga lett volna, ők ezt mégsem tették meg, ezért Ács Rezső polgármester a járványhelyzet alatt vállalta a 3 bérlakás kiosztását, de arra kérte a szociális bizottságot, hogy ők is tegyenek javaslatot. A válasz a mai napig nem érkezett meg. Jövőben ezt nem lehet tartani, hanem ilyen esetekben, mint például a bérlakás és szociális lakások ügye, egy-két nap, egy-két hét alatt a bizottságnak össze kell ülni, és meg kell hozni a szükséges döntést, hogy mielőbb a rászorulók ehhez hozzájussanak, úgyhogy nem ezen a területen jelentős előrelépés lesz, mint ahogy más területeken is. 25-30-szoros túljelentkezés van ezekre a szociális bérlakásokra, így nagyon meg kell fontolni, hogy kinek utalják ki. Ács Rezső szokásos sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy elindult egy újabb jótékonysági akció a városban. A Reformáló Egyesület és a Humán Szolgáltató Központ közös együttműködésben szervez gyűjtést a nehéz helyzetben lévő szexárdi családoknak. Ezúttal az iskolakezdés megkönnyítésére indult a kezdeményezés. A tanévkezdés az komoly anyagi terhet ró minden családra. Most ezen szeretnénk egy kicsit könnyíteni, és ezért mi vittünk is be a Humán Szolgáltató Központhoz különböző eszközöket, új eszközöket, de nem csak újakat várunk, hanem használatokat is. Én szeretnék bíztatni és kérni mindenkit, minden szexuális, hogy aki megteheti, vegye részt ebben az akcióban. Új vagy jó állapotban lévő használt iskolai eszközöket, tanszereket várnak a Humán Szolgáltató Központban, Szexárdon a Vörösmarty utca 5 szám alatt.